Sándor Ferenc vagyok egyébként, programozó és webfejlesztő, illetve néha hozzányúlok a Amazonos webszerverekhez, amiket használunk. A műsorszámban termék megjelenítés is található. Ezt inkább úgy fogalmaznám, hogy a műsor termék megjelenítés. Sajnos nem fizetett hirdetés. Megpróbálok így elég nagy skálát hozni. Az Amazon alapszolgáltatásokat megpróbálom bemutatni, amik legtöbb embert érinthetik, illetve megmutatom, hogy magyar viszonylagban hasonló szolgáltatások mennyibe kerülhetnek. Hoppá. Tehát magyar webhosting. Webhosting annyit takar, hogy kapunk egy tárhelyet, egy PHP futtatási lehetőséget és egy adatbázist. Ez egy gyaloglapos céges weboldalnak teljesen elég, illetve a legtöbb céges weboldalnak egy statikus tár is elég. Nézzük, hogy körülbelül milyen árakkal tudunk operálni. Ez magyar viszonylagban. Egy körülbelül 5 giga tárhelyen rendelkező szolgáltatást próbáltam összeszedni. Ebből az első a freeweb.hu. Azt hiszem ő tulajdonképpen ad hozzá egy domaint is, a többieknél változó meg, csúszkál és nem teljesen összeilleszthetők a árak, de ahogy nézzük, 6900 forinttól 30000 forintig, ezek bruttóban és éves ára számíthatók. De hogyha megnézzük, ez a 30000 forintos is körülbelül ugyanazt a szolgáltatást akarja, mint a 6000-7000 forintos szolgáltatás, és olyan hú, de nagyon nem nyugodt. Mást nézzük, miben különbözik. Van egy normális webdesign, ami a gyalogtalpas usereknek is leírja, hogy melyik csomag körülbelül mire használható, és kinek ajánlják. Tehát azért a 30000 forint az elég komoly árést akar. Akkor próbáljuk meg megoldani server hostinggal. Server hostingért cserébe kapunk egy polcot, egy áramot és internetet. Ennyi cakumpak, ezzel kell boldogulnunk, többit majd nekünk kell hozni. Erre a magyar árak, ebbe is éves tekintetet vettem, hogy azért elég rémisztő legyen a költség, hogyha valaki magánba szeretné megoldani. Az árak a 150000 forinttól 250000 forintig terjednek, és ebben abszolút nincsenek szerverköltségek, illetve nagyon sok helyen lehet látni, hogy egy nemzetközi sávszél az egyáltalán nincs feltüntetve, tehát hogyha külföldre szeretnénk szolgáltatni, vagy sok külföldi látogatónk van, akkor pontosan ezért mit fognak ők kapni. Akkor próbálj meg a server hostingot okosban megoldani, hogyha Digi, illetve Elmivel próbáljuk megoldani. A Digi költségre 4000 forintot számolt, 4700 forint plusz 4000 forint áram plusz 138000. Körülbelül ott vagyunk, mint a 150000-es ajánlat, annyival, hogy nekünk otthon még lesz egy internetünk és egy elfekvő PC-nk. Cserébe otthon éjjel-nappal fog menni a PC, tehát mellette nem fogunk tudni aludni, és hát nem olyan kényelmes, illetve a webszolgáltatók azt garantálják, hogy ez éjjel-nappal menni fog, és éjjel-nappal lesz internete. Akkor béreljünk egy szervert, mert hogy ez miért ne, próbáljunk meg bérelni. Ezért kapunk egy szervert, egy fizikai hardvert, ami valahol lesz, de ez még nem kap árabot, tehát ez csak van. Nézzük az árakat. Hát, legolcsóbb ajánlat az ATV-nek láttam szerver bérletét, úgy láttam, hogy ebben nincs benne a internet hosting. Ez 227000-ről indul, egy egymagos 2 GHz-es jószág 512 memóriával, ami nem igazán mondható modern gépnek. Tesco-s és hasonló ajánlatban használt PCB-et 30000-es ajánlatban is láttam monitorral együtt. Illetve van komolyabb négymagos gép, 227000, 2 millió forint, évre béreltük, és még nem is lesz a miénk, így nagyon csúnya árak vannak a piacon, tehát nagyon oda kell figyelni. És akkor vegyünk PC-t, én az rg.hu-n megpróbáltam összevásárolni a legolcsóbb szerver jószágot, tehát a szerver kategóriából a legolcsóbbat. A 196000-re jött ki, azok ilyesebbek észrevették, hogy csak egy darab vinyó van benne, tehát ez ilyen failoverekre még nem mentség, és hogyha valami történik, akkor elszállt, és egyéb problémáink vannak. Egy normál asztali PC-ből oldjuk meg, akkor 42000 forintból egy hasonlót össze tudunk eszkábálni. Virtuális szerver, ez azt jelenti, hogy virtuális a jószág, tehát egy darab nagy gépen van, megosztott erőforrással működik, tehát nem garantálják azt a teljes CPU teljesítményt, hasonlót kapunk, meg túlárazzák, de itt is elég erős eltérési árak vannak, 36000-től 113000-ig, de ez a 36000 az 256 mega, ami egy Apache futtatás, 256 megabyte, ami azért egy gyalogtalpas Apache futtatásánál is elég elgondolkodtató, hogy jól fog-e menni. A 1 giga memóriával már nagyon sok minden megy, és azért bőven kapunk tárhelyet.
Akkor itt vannak az árak, amit magyar piacon találta. Ezek nem a teljesség igényével készültek. Legolcsóbb és legdrágább, tehát ezek elég húzós árak, és attól függően, hogy ki mennyit szeretne, nagyon-nagyon változik meg, hogy ki hol tudja lebizniszelni. Akkor nézzük az Amazont. Ez az az Amazon, ami az Amazon, tehát ugyanaz az Amazon, aki a webshop, a Kindle, az e-bookok és egyebeket szolgáltatja. Úgyhogy giga céggel van dolgunk. Az Amazon, aki egy giga cég, mint például a Matáv, és ő azt mondja, hogy neki nagyon rafinált szerződései vannak, mert hogy ügyvédre bőven van pénze, és ugyanúgy járhatunk, mint a Kindle-ös valamelyik kislány az interneten, akit megjelöltek, hogy ő lopja az e-bookokat, vagy valami spam botrány kapcsolódik hozzá, törölték az akkontját, elkezdett fellebezni, és azt mondták, hogy de hát a szerződésben ott van, hogy mi nem vagyunk kötelesek megmondani, hogy az ön fiókját miért szüntettük meg, de az összes eddig vásárolt e-book az ment a kukába, és letitkosítottuk a Kindle-jét. Tehát azért vigyázni kell, hogy milyen tartalmat rakunk rá, és elvileg bármikor lekapcsolhatják a szerverünket, úgyhogy ajánlott egy házi másolatot is tartani. Illetve mivel Microsoft méretű cégről beszélünk, ezért szeretik a saját kifejezéseket használni. Az összes szolgáltatás neve 3-4 betűs saját rövidítés, ami nem triviálisan visszafejthető, és meg kell tanulni, hogy mit jelent. Akkor nézzük, a legelső dolog az architektúra, amit szembesülni kell, hogy megértsük a szolgáltatás árakat és működését. Amazon világszerte több helyen üzemeltet szerverfarmokat. Ez a például az AWS Europe, Irland, tehát Írországban van egy, illetve 3 darab szerverfarm, ami egy zónának felel meg. Ezen belül vannak különböző szolgáltatások elhelyezve, például a tárhely szolgáltatás, közös tár, amit nagyon sok szerver használ, ezt közte belül nagyon olcsó belső hálózati gigagyors meg terragyors internettel nagyon jól el lehet érni, és nagyon jól használják a különböző szolgáltatások. Ezek különböző típusú szolgáltatások és különböző fajta szerverekről beszélünk. Illetve van például Oregonban is egy szerverfarmja, a képlek tetején látszik. Ide külön dedikált vonaluk van, tehát hogyha ide adatot szeretnénk lapátolni vagy vissza, mert például most éppen a webshopunkat Amerikában használják, nagyon ezért ott indítottunk még 4 szervert, akkor oda át kell lapátolnunk az adatot, ez nekünk pénzbe kerül, viszont sokkal kevesebb pénzbe kerül, mint hogyha az interneten kezdenénk átlapátolni a dolgot. Legdrágább az internetes forgalom, ezt általában minden szolgáltatásra rábígyeztik, és az a user elérés, tehát ezt próbáljuk valamilyen szinten elkerülni, és ezt így külön díjazás tekintetében le is szedik. Regisztráció és használat. Az Amazon azt mondja, hogy egy e-mail passwordös regisztrációval lehet regisztrálni. Ez meg kell adnunk egy valid hitelkártya számot, amire a számlázás történik. Tehát ez nem úgy indul, hogy megadunk egy username passwordot, és hogyha elértük a free keretet, akkor leállít, a fizessük, nem. Ő instant hitelkártya számmal. Úgyhogy ha valamit későbbiekben nagyon elklikkentünk, akkor jön róla a számla, hogy azt gratulálunk, elklikkentettük, és így jártunk. Viszont meg lehet adni rendszergazdai jogkontokat, tehát például, ha egy vállalat vagyunk, és a rendszergazdának adunk ilyen jogosultságot, akkor ő nem a mi hitelkártyás belépésünkkel lép be, és nem garázdálkodhat annyit, nagyon jól lekorlátozhatjuk a jogosultságát. Viszont ezzel nagyon kell vigyázni, hogyha van egy nagyon nagy vállalatunk és 3 rendszergazdánk, akkor ne az legyen a vége, hogy a 3 rendszergazda folyamatosan rohangál a egymást között, hogy kinek mihez nincs jogosultsága, és adjon már valaki, és ez így katasztrófa. PGP kulcsokkal lehet kommunikálni és bejelentkezni a virtuális szerverekre. Ez egy egész jó ötlet, mert nagyon biztonságos. Viszont a PGP kulcsok privát részét csak a generáláskor lehet letölteni, úgyhogy erre oda kell figyelni, különben egy újat kell generálni, de hát a másik az megy a kukába. Egy darab menedzser webfelület van, ami nagyon könnyen elérhető, viszonylag kultúrált, struktúrált, elég önmagyarázó, és minden szolgáltatás rajta keresztül elérhető. Szóval az diáról szeretnék mesélni. A bal alsó sarokban az Amazon biztosít egy olyat, hogy új regisztrálók kapnak egy 12 hónapos ingyenes keretet, amit minden hónapban le lehet használni. Ez például ennél a virtuális szervernél havonta 150 óra, ami azt jelenti, hogy ha 31 napos hónappal számolunk, akkor a 744-ből még marad 6 óránk a mikro, tehát a legkisebb instanszból 20 GB tár és 20 GB backupot használhatunk el egy hónapba. Jobb felső sarokban viszont egy
egy ilyen alapabb webszolgáltatáshoz vett árat raktam föl, viszont ez nagyon fontos, hogy ez a free keret nélkül értendő. Tehát, ha valaki szeretné átszámolgatni, akkor mindig próbálja meg levonni a free keretet. Ezt azért raktam föl, mert hogy az ember regisztrál, hogy jaj, de jó, jaj, de olcsó, és akkor pont egy év után kapja a számlát, hogy 20 dollár meg, 50 dollár, és de hát ez így miért? És akkor rádöbben, hogy lejárt a keret. Tehát sokkal ajánlottabb ezzel számolni, és utána majd leborogatni, hogy mi az ingyenes. Ezt minden egy a szolgáltatásnál fel fogom tenni, úgyhogy mindenki értelmezze. Remélem addig sikerült elolvasni, ez egy virtuális szerver, amely virtuális gépet kapunk. Különböző méretei vannak, memória és tárhely, illetve processzor méretek, ezek közül lehet válogatni. Ez egy alap virtuális gép, tehát kapunk egy CPU-t, memóriát, minyót használunk, meg kap internetet. Illetve tegnap este még itt olvasgattam, meg bókláztam az Amazon egyéb szolgáltatásainál. Bizonyos helyeken lehet Tesla kártyás és tényleg izom GPU-s gépeket bérelni, hogyha valakinek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szüksége van rá, de azt nem hétköznapi áron, tehát itt is vannak egyebek. Virtuális szervernek az a nagy előnye, hogy snapshotokat lehet belőle készíteni, tehát van egy alap weboldalon, készítünk egy snapshotot, ez egy mikro volt, egy nagyon kicsi kis szerverecske, és azt elindítjuk egy nagyobban, mert hogy megnőtt a látogatottságunk. Vagy hogyha van egy szerverünk, vagy szolgáltatásunk, akkor ugyanezt leállítjuk, átlapátoljuk mondjuk Oregonba, és Oregonba is elindítjuk, és megmondjuk az Amazonnak, hogy aki Oregonba próbálja a saját hostname.com-ot elérni, azt az Oregonos server farmra irányítsa el, aki Európából, az pedig a írországi server farmra irányítsa el, és ezért a felhasználóknak sokkal kényelmesebb élmény lesz, mert sokkal gyorsabban válaszol a szerver, és nem kell megvárniuk az internetet. Tehát ilyen trükköket elő lehet állítani, illetve hogyha valami komoly szolgáltatást szeretnénk, akkor néhány klikkel akár egy hadsereget is felállíthatunk ugyanabból az image-ből, ami például valamilyen feldolgozó taskot csinál, videót tömörít, prímszámokat keres, bármit, néhány klikkel egy hadsereget is fel lehet állítani. Mitől virtuális egy szerver, és hogy tudja egy szerver vagy image, hogy ő virtuális, és hogy mikor ébred rá a tudatára, hogy ő más? Itt vannak körülbelül az árak, ezt az oszlopot ajánlott nézni, a pont az amerikaiban az a pont, tehát hogy a 0.02 dollárért kapunk egy mikroinstanc, itt vannak a különböző méretek, és hogyha már egy combosabb szervert szeretnénk venni, amiben 16 mag van, 35 GHz számítási teljesítmény, 117 gigával és 48 terával rendelkezik, az nekünk óránként körülbelül 5 dollárba fog kerülni, és ezen még csak ott a bal felső sarokban lehet látni, hogy még csak Linuxot futtatunk, tehát teljesen free a dolog. De amint átpipáljuk, hogy mi szeretnénk egy Microsoftot futtatni, akkor már ez az ár, ez 5 dollár 244, tehát kb. 200 dollárral, 200, elnézést kérek, 2 dollárral drágább lesz óránként, tehát naponta 48 dollárral fogunk ezért többet fizetni. És ha azt mondjuk, hogy nekünk egy nagyon-nagyon-nagyon Windows és standard és SQL szerver kell, akkor ez felugrik 8 dollárra, tehát akár 4 dollárra többe kerül óránként. Ez akkor probléma, hogyha ebből van egy szerver farmunk, tehát tényleg egy nagyon komoly szolgáltatást használunk, akkor ezekről oda kell figyelni, és azért van kipirosozva a mikroinstansz, hogy azon el se indult, tehát ne is próbálkozzunk, mert esélytelenek vagyunk. Igen, tehát oda kell figyelni, mit, hol, hogyan futtatunk, mert erre eléggé elúszhat a ember pénze. Imidzsek nagyon nagy választékban találhatók az Amazonon. Minden, tehát a Windows 98, 2000 szerver, XP, XP Home, XP Special Edition, Windows 2007 szerver, Gentoo, BSD, FreeBSD, NetBSD, Ubuntu, Debian Yomlával, minden egyéb beállított, tényleg flappan kész. Megveszük őket, vagy nagyon sok Community Editionben van, tehát használjuk őket, elindítjuk, weboldalon végig klikkelgetjük az installálást, és kész, van egy jobblánk, van egy nem tudom milyen szolgáltatásunk, és nagyon kényelmes. Illetve például a Debianból saját repót üzemeltet az Amazon, ami azt jelenti, hogy a szoftver install az félelmetesen gyors, mert csak ott helyi belső hálózaton rohangálnak a dolgok, és nagyon-nagyon félelmetes. Itt például néhány Windows install csomag, tehát egy BlackBerry, valamilyen backup, Microsoft Server 2008. És még az az érdekessége, hogy az árkonstrukciók az nem mindenhol statikus árat jelentenek, hanem például szoftver óra árban. Tehát, hogyha egy jomlát futtatunk ettől a cégtől,
turnkey Linux-tól, akkor hogyha egy mikroinstant használunk, ezt azt mondják, hogy mivel nagyon kis weboldal vagyunk, ezzel nem szeretnének tőlünk pénzt kérni és népszerűsítsük őket, de hogyha már egy fokkal nagyobb szerverre raktuk rá, akkor 0,015 dollárt szeretnének tőlünk kérni óránként. A mikroinstansnál tehát a számlázás úgy történik, hogyha elindítjuk, az elindítás és a leállítás közötti időszakra kell kifizetni az óraköltséget, és ugye ezt naponta, illetve havonta nézegetik, és a egész futott, tehát a tört órát is egésznek számolják. Yep. Akkor indítsunk egy új instanszt. Akkor kiválasztjuk a szolgáltatást, körülbelül ezt fogjuk látni a web felületen. Kiválasztjuk, hogy melyik zónában, hogy jobb felül látjuk, hogy Írország kiválasztása, az instanszokat szeretnénk látni bal oldalt, és szeretnénk egy launch új new instanszt. Kiválasztjuk, hogy milyen konstrukciót szeretnénk, lehet marketplace-ből keresni community edition-öket, sajátból újabbakat indítani. Ami a fontos, hogy a listán látjuk a aranyos kis csillagocskákkal megjelölt image-eket, ezek azért fontosak, mert ezek elindulnak mikro instance-ba, és ezeket egy éven át körülbelül ingyenesen tudjuk használni, és ez nagyon pénztárca kímélő megoldás tud lenni. Kiválasztjuk, milyen szervert szeretnénk alárakni, itt is meg van jelölve, hogy a mikro instance az ingyenes tud lenni. Kernelt és bootramot állíthatunk, beállíthatjuk, hogy mekkora videót, és hogy milyen kulcsot szeretnék bejelentkezni. Mint mondtam, PGP kulcsos bejelentkezés van SSH-n keresztül, ezért itt ki kell választani, hogy az adott szolgáltatás kulcsát szeretnénk a bejelentkezéshez használni, és hogy melyik kulcsot, melyik fejlesztőknek adtuk oda, stb. Kiválasztjuk, az alapján be lehet lépni, megkérdezi, hogy milyen biztonsági szabályokat használunk. Ez egy primitív, Amazon tűzfal alapú védekezés, tehát ez egy külső hardveres tűzfalról beszélünk, tehát itt nekünk nem kell az IP tables-ben matatni, hogy szeretnénk letiltani dolgokat és finom hangolni, itt buta hangolni tudjuk, például az SSH csatlakozások csak ebből az IP tartományból történhetnek, illetve egyéb finom hangolásokat tudunk vele elkövetni, illetve hogy a instanszok csak egymással tudjanak kommunikálni, és ilyen jóságokat be lehet állítani. Kapunk egy összefoglaló oldalt, ahol látjuk a fent kiválasztott funkciókat, elindítjuk az instanszt, egy darabig starting státuszban lesz az instansz, és utána pedig látjuk, hogy elindult, fut, neve. Megjegyzem, az empty, tehát az azért nincs kitöltve, mert ezt egy script indította, és egy load balancer, erről nem sokára lesz szó. Bucket, S3, a storage simple storage service rövidítésre hallgat. Ez egy feneketlen adattároló file service szolgáltatás, tehát feneketlen, abszolút nincs limit, tehát bármennyit bedobálhatunk, viszont a árazása az óra per adattárolás alapú, tehát hogyha mi egy 2 petabájtos fájlt tárolunk 2 óráig, akkor azért ki kell fizetni a havira leeső költségnek azt a töredékét. Nagyon sok szolgáltatás használja, tehát normál virtuális szervereken, Windowson és Linuxon is felmontolható, tehát viszonylag kényelmesen használható. Nagyon sok egyéb szolgáltatása használja az S3-as storage-et adattárolásra, abból azokból kifolyólag, hogy ezt minden szerver eléri, tehát nem kell mókolni, hogy bemontoljuk, átlapátoljuk az adatot, ezt minden szerver eléri, egy hálózatos storage. Illetve van egy ilyen nagyon kellemes szolgáltatása, hogy statikus webhelyként szolgál, és mert olcsóbb a adatforgalma, mint a normál instanszoknak, ezért kényelmesen lehet használni nagyobb weboldalaknál a statikus vagy videókontent tárolására, és egy normális URL-el simán rá lehet irányítani a böngészőt, és a böngésző eléri. Nagyon fontos dolog, hogy a böngésző legelején látjátok a G2Y Live Catalog Images, .s3, blablabla. Ez az eleje a mi bucketunknek a neve, ez unique, de az egész rendszer unique. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy AVS test, azt nagyon jó eséllyel nem fogjuk tudni megkapni, mert más valaki már foglalja, nem tudni milyen paraméterekkel, addig kell gépelni, míg ilyen valamilyen szerencsétlen nevet nem találunk, amit még senki nem foglal a Amazonba, és azzal be tudunk regisztrálni egy bucketet, ezzel lehet játszani. Mivel mondtam, hogy feleketlen storage, ja, vannak olyan problémák, hogy Linux alól felmontolva, hogyha Linux alól felmontoljuk és használjuk, illetve valaki elkezdi a web felületen még noszogatni, akkor történhetnek olyan diszkrepanciák, hogy
a webfeleten létrehozott könyvtárakban a Linuxos user nem rootként nem tud belépni, meg egyéb gigszerek vannak, de ha nem noszogatjuk két helyre, akkor nagyon frankon tud működni. Mondtam, hogy feneketlen tár, ezért igen, arra mindjárt kitérek. Van egy versioning szolgáltatás, ami azt jelenti, hogy az adott bucketre az összes előző adatverziót meg tudjuk őrizni, ami tök szép, tök jó, nagyszerű. Viszont a szöveg írja, hogy ha ezt egyszer megtettük, akkor az adott bucketre ezt soha többé nem fogjuk visszahozni. Tehát például pagefile tárolása és egyéb szolgáltatása nem ajánlott, illetve nem ajánljuk a olyan block device-ok, mint a dev per zero, a dev per van, vagy dev per urand szolgáltatások kiírását ES3-ra, mert annyira nem jó ötlet és sokba fog kerülni. Amazonnak van még egy szolgáltatása, ezt Gletschernek hívják, ez állításuk szerint a legolcsóbb storage service. Ennek egy hátránya van, az iszonyatosan lassú a hozzáférése és létrehozása, a 3-5 óra. Tehát ilyen széfekbe, bankokba lehet bepakolni adatot, tehát valamilyen biztonsági backup, egyéb dolgok, ezt szépen feltöltjük, az Amazon azt mondja, hogy ő akkor megette, és akkor 3-5 óra után nekünk ott értesíti, hogy nagyszerű, akkor ezt így bepakolta minden adatot, és csili-viri, jaj, de jó. Illetve ugyanez van az elérésnél, tehát hogyha egy live szerverünk valamiért tönkre megy, és a backup csak egy ilyen gletscherben ül, akkor nagyon rászívtunk, mert körülbelül 3 óráig még garantáltan nem lesz elérhető, és nem lesz javítható. Úgyhogy ez elég kellemetlen tud lenni. Arra hívnám még fel a figyelmet, hogy körülbelül 10 annyi az ára, tehát a tárolási ára, viszont a forgalmi díjai, a zónák, régiók és a külső internet felé pontosan ugyanannyik az árai, mint az S3 Storage-nek. Tehát adattárolásra, mozgatásra nem ajánlott. SES e-mail küldés. Amazon nagyvállalat, jó sok jogásszal és már internetes bejáratott cég, ezért sportot űznek abból, hogy ők ne kerüljenek fel spam listára. Ezt úgy érik el, hogy a e-mail küldő szolgáltatás alapból nem engedélyezett. Ezt úgy kell érteni, hogy nem tudjuk használni a virtuális szerverünkön a Google Mail-t, a céges SMTP-nket, a egyebeket, a bármilyen külső SMTP-t. Hiába indítunk SMTP-szervert, azt a tűzfal megfogja, mint hogy egy másik külső SMTP-re próbál kapcsolódni, zárójel e-mailt küldeni. Abszolút nem működik, mindaddig, míg az SES szolgáltatásnál nem igényeltünk egy fejlesztői jogkontot, ami azt jelenti, hogy az oda felvett whitelistes e-mail címekre tudunk e-maileket küldeni. Ez azt jelenti, hogy én, mint fejlesztő, fel vagyok véve a listára, és a TESZ rendszer nekem regisztrációkor tud egy e-mailt küldeni. Hogyha a mellettem ülő B kollega is szeretne regisztrációval próbálkozni a rendszeren, akkor az ő céges e-mail címét is kézzel e-mail küldés előtt hozzá kell adni, és csak utána mehet ki az e-mail, vissza kell jelezni, hogy ez tényleg egy tesztökon. Ha szeretnénk a vakvilágba szolgáltatásunkat bárkinek szolgáltatni, akkor egy éles ökontot kell igényelni. Erre néhány napot kell várni, hogy az Amazon jóvá hagyja, de utána a vakvilágba lehet küldözgetni. A e-mailnél az Amazon szeretné rávenni a usereket, hogy viszonylag kevés e-mailt küldjenek naponta. Ez mind neki, mind az Amazonnak jó lesz, mert nagyon negatív eset, amikor egy valamilyen webszolgáltatás fél percen belül 2 millió e-mailt kilapátol az internetbe. Két dolog fog megtörténni. A Gmail észleli, hogy ez az idióta nem tudom milyen oldal 500 darab useremnek küldött ugyanazzal a tartalommal e-mailt, ez spam. És onnantól elfelejthetjük, hogy a Google-re megesik. A másik az, hogy mind a 2 millió userünk úgy 4 órán belül felkeresi a weboldalt, és szó szerint megfekszik az egész weboldalunk, és nagyon izé. Rosszabb esetben esetleg az egész Amazon webserver farm IP tartományát felrakják a blacklistre, hogy ez így spam gyanús, és az nagyon nem örülnek neki. Igen, következő szolgáltatásunk a Relational Data Service, Database Services. Itt adatbázis szolgáltatásra tudunk feliratkozni. Itt meg kell jegyezni, hogy ez virtuális szerverekkel oldja meg az adatbázis szolgáltatást, és ezzel lehet játszani. MySQL, Oracle és MSSQL tudunk indítani, dinamikus méret és darab kiválasztás van egy alap konfig, tehát szó szerint webfelületen kiválasztjuk, hogy mekkora, milyen típusú szervert szeretnénk indítani, és akkor mehet a vakvilágba. Nem kell nekünk a telepíteni, indítgatni egyebek, ő megoldja. Automatikusan klasztereli, tehát hogyha azt mondjuk, hogy egy 8
adatbázis szerveres klasztert szeretnénk, ő mindent beállít, repül a vakvilágból, abból a méretből, amit nekünk tetszik, viszont ez kb. 30%-kal drágább óra bérben, mint hogy ezt magunk tennénk. A két hasonlatot szeretnék, az alsó, tehát a Medium szerver MySQL, az úgy számításaim szerint a közbeszerzés.hu publikus portáljának az adatbázis forgalmát nagyjából elbírja, tehát egy kulturált megoldást tud lenni. A bal felsőt azt annyira nem ajánlom, azt utána néztem, de azt 100%-ra kell venni. Az nem lett átszámolva. Jobb felső sorokban látjuk, hogyha egyéb szoftvereket szeretnénk licenszelni, tehát a 100% small, a MySQL azt mondja, hogy nincs licensz, tehát teljes szabad szoftver, ezért nincs bónuszár, de Oracle-nél is van ingyenes, fizetős, és az MSSQL-nél havi elég komoly összegeket fizethetünk egy webszerver szolgáltatásért. Van NoSQL szolgáltatás, ami egy string alapú szövegfeldolgozás. Az Amazon azt mondja, hogy ezt főként direkt mobil és egyéb kliensekhez ajánlja, tehát ahol minket nem érdekel, hogy mi van a háttérben, milyen adatbázissal van megoldva, mi beadjuk a query-t, kérjük az eredményt, és hogy a gyerekjátéktól az ipari méretekig dinamikusan méretezhető, és az az előny, hogy abszolút nem kell foglalkozni, hogy mekkora szerverből, hogyan oldjuk meg, tilitolizzunk, több szerver, kevesebb szerver, ezt mind megoldja az Amazon a háttérben, viszont elég érdekes az árkalkuláció, és aztán weboldalon nincs, csak a kalkulátorból lehet kicsiholni. Van neki egy másik szolgáltatása, ez a SimpleDB, ez abszolút szöveges alapú, viszont webszervízre kirakja az internetbe. Ez azt jelenti, hogy ha írunk egy mobil alkalmazást, direktben el tudja érni az adatbázist, mert hogy webszervízként eléri a mobiltelefonunk, illetve JavaScriptünk és egyéb móka az adott szolgáltatás, viszont a hátránya, hogy valamilyen kapcsolódási kulcsot oda bele kell eszkábálni, és hogyha valaki kibányásza vagy a JavaScriptből, vagy a mobiltelefonból, akkor problémák történhetnek, illetve az egész alkalmazást és az adatbázis rendszert úgy kell felépítenünk, hogy ezt mobil kliensek fogják használni, tehát lehetőleg ne törjük el. Van egy Elastic MapReduce, ez Hadoop alapú NoSQL-es szövegfeldolgozás, tehát feldolgozásra ajánlott. Egyik fő területe például, hogy Apache logokat szeretnénk feldolgozni, tehát van egy nagy weboldalunk, amin irgalmatlan sok kis kép és minden vacak van, és az Apache alól kirántjuk az Access logot, és azt mondjuk, hogy szépen dolgozt fel, és hogy ki honnan, merre járt, melyik oldalról jutott az izéképre, honnan, ezt is szépen beadagoljuk, hogy mit dolgozzon fel. Legkisebb két darab szervert tudunk belőle indítani, és egy small server, tehát nincs belőle ingyenes, tehát ez abszolút a nem ingyenes kategóriába tartozik. Két üzemmódja van az interaktív, amikor a nagy kupac adatunkba tudunk különböző query-ket és egyebeket lefuttatni, és kitrunkolunk belőle adatot, illetve azt mondjuk, hogy adatfeldolgozást szeretnénk, tehát hogy ebből az Apache logból nekünk állítson össze, hogy melyik oldalról, melyik egyéb linkre hogyan mentek át a userek, illetve hány unique látogatónk van. Van még egy load balancer, ez tulajdonképpen az EC2-höz tartozik. Ez akkor fontos, mikor tulajdonképpen nem tudunk akkora kapacitású virtuális szervert vagy adatbázist szerezni, illetve nagy számolási vagy egyéb dolgokra várunk, és ezért lassul be az adatszolgáltatás. Illetve akkor nagyon hatékony, hogyha egy nagyobb marketing kampányra készülünk, tehát nem tudjuk konkrétan belőni, mekkora lesz a látogatottsága az oldalnak, de fel vagyunk rá készülve, hogy hirtelen megugorhat. Ilyenkor egy load balancer szolgáltatást elé rakhatunk, tehát tulajdonképpen a HTTP kérések erre esnek át, és ő dönt arra, hogy pontosan melyik szerver kapja meg a válaszidőkből, a legutóbbit melyik kapta meg, illetve azt is tudja nézni, hogy valamelyik webszerverünk megdöglötte. Például nem válaszol a pingre. Hogyha ilyen történik, be lehet neki adni paramétereket, hogy akkor indítson újat, tehát meg lehet adni neki, hogy 2-4 darab webszervert szeretnénk üzemelni, tehát ha nagyon hajtják, akkor indítson még 2-t, és akkor nagyon-nagyon jó lesz nekünk, és akkor a 4 szerver az elbírja, de hogyha nincs forgalom, akkor a másik 2-t 1 óra után állítsa le, és akkor olcsóbb lesz. Viszont nagyon felhívnám a figyelmet, hogy fel kell készíteni az alkalmazást. Tehát, hogy egy userünk bejelentkezett a A szerverre, akkor az a user legyen bejelentkeződve a B szerveren is ugyanannak a usernek, és ezt szinkronba kell tartani.
illetve különböző adatbázis és egyéb keselési problémák csodaszépen fel tudnak merülni, hogy ott a userek dobálódva vannak a két szerverre, és a szerver adatbázis keselés meg ilyeneket folytat, tehát ezekre fel kell készülni, de egyébként lehet spórolni például ilyen nagyon dinamikus átméretezésnél. Amazonnak van egy olyan szolgáltatása, hogy Elastic Transcode, ez beta változatban van, ez média, videó, illetve audio átkódolásra szolgál. Ezt a szolgáltatást főként azoknak ajánlják, akik mobiltelefonra, illetve nagyon sok különböző típusra szeretnének egy videót átkonvertálni. Például sajtóeseményen felvesznek egy videót, összevágnak, azt normál minőségbe kirakják, és abból szeretnének iparilag 6-8 különböző verziót, attól függően, hogy milyen típusú mobilla, tehát most Android, iPhone, melyik verzióval, milyen felbontásba, milyen sávszélességgel kipakolni. Ez egy S3-as storage-ról szedi fel az adatot, tehát nekünk kell egy S3-as, és valamelyik beállított S3-as könyvtárba és fájlnévvel fogja kipakolni. Ilyen pipeline-okat indít, ahonnan szépen felszeregeti a dolgokat, és végigmegy. A bal alsó sarokban egy 20 perces SD, tehát a 720-as pixel alatti keret az ingyenes, és a 10 perces HD a 720-as vagy a feletti felbontás. Ez nem túl sok, és ez havi keret, tehát ez így havi 10, illetve 20 perc, ami nevetséges, de hogyha azt mondjuk, hogy kis videócskánk van, meg izé az elmegy. Jobb felső sarokban én egy olyat számoltam, hogy egy 120 perces HD videót havi mondjuk 5-ször konvertálunk, akkor nekünk $20 kerül. Ez azért már egy elég komoly összeg. Nézzük meg, hogy ez hogy jött ki. Az alsó részen láthatjuk, hogy 0,034. Valami hasonló ráink voltak a másik oldalt. Ja, de ez per minut, nem per óra. Tehát ez perc, és itt nem óraperc van, tehát nem virtuális szerverperc, hanem a videó hosszával számol. Tehát itt van egy ilyen kavarás, és hogyha ebből elkezdjük számolgatni, hogy visszaszámolunk egy virtuális gépet, tehát mondjuk egy mikroinstanszt, ami a 2 órás filmeket 5 alkalommal és egy 50%-os hatásfokkal, tehát a virtuális szerverünk 2-szer addig megy, mint a videó hossza, hogy ebből konvertáljon egyet, akkor $0,04 per óra jön ki, ami így elég borzasztó nagy különbségnek tűnik. Ezek után kinek ajánljuk a szolgáltatást, akik nem képesek ezt a két sort bemásolni egy virtuális gépbe és a kiemelt nagy szöveget szépen átírni a megfelelő fájlnevekre. Tehát oda kell figyelni az Amazon és próbál csúsztatni néhol. Szeretnénk csökkenteni a költségeinket, erre két fő lehetőség van, egy úgynevezett reserved instance-ok. Tehát azt mondjuk, hogy mi hűségesek vagyunk az Amazonhoz, és ezt szeretnénk pénzben is kifejezni, és az Amazon azt mondja, hogy ennek semmi akadálya, ő is szeretné pénzben kifejezni, hogy mi hűségesek vagyunk. Ezért különböző konstrukciókkal. A heavy reserve az azt jelenti, hogy nekünk előre $514 kell leperkálnunk, és a 3 éves költsége az ennyi lesz, és ennyi költségre jön ki havonta, tehát körülbelül $40. De hogyha azt nézzük, hogy on demand, tehát azt mondjuk, hogy bemegyünk a menübe és indítunk egy medium instance-t, az nekünk, hogyha egész hónapban megy, akkor $95 kerül, és ezt le tudjuk tornázni $40. Ez akkor jó, hogyha tényleg van egy szolgáltatásunk, és be tudjuk mérni, hogy egy mikro, vagy medium, vagy hasonló instance-on stabilan, tehát nem fog a blogunknak a látogatottsága egyik percről a csillagos égbe szökni, akkor nagyon jó, másikon is lehet látni. A free tier az ugyanúgy az EC2-ből jön le, tehát ez is ilyen mókás, tehát ezekre oda kell figyelni, hogy honnan jönnek ezek a ingyenes keretek, és kicsit mókás. Másik költségcsökkentő módszer a spot instances. Az a lényeg, hogy az Amazonnak van egy baromi nagy erőforrás kapacitása a szerverparkban, de hát ezt nem tudja 100%-ig eladni mindenkinek, ezért azt mondja, hogy a fennmaradó nem tudni hány százalékát, csökkentett áron lehet rá licitálni. Ez nagyon szép, nagyon jó dolog, mert hogy minden körül lehet olcsóbban virtuális szerverekhez hozzájutni, egyébként körülbelül 50%-áért, tehát a normál ár 50%-át mondja az Amazon, hogy átlagban annyira jön ki. De viszont ennek vannak hátulütői, először is, hogy az árfolyam az folyamatosan mozog, tehát nem garantált, illetve abszolút nincs semmi garancia, hogy minket nem fognak kilőni. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy valaki fölénk lőtt, és mi vagyunk a legalsó szint, és attól nem vagyunk hajlandók többet adni, akkor a mi kis szerverünket ott nyek elvágják, és aki többet fizetett, azért indul helyette. Az Amazonnak tök jó, mert hogy feljebb tornázta a
az alapárakat nekünk meg tök rossz, mert hogy minket meglőttek. Ez akkor probléma, hogyha alkalmazásukat nem készítettük fel, és a pi 577.000. számjegyéig próbálunk számolni, és a előtte 20-szal lőttek ki, mert akkor kezdhetjük előről. Ezért alkalmazásunkat fel kell készíteni, bármikor kilőhetik, úgyhogy valamilyen algoritmussal próbáljuk lementeni időnként, tehát hogy vagy valami státusz flaget pakoljunk ki, hogy hol tartunk és mi volt az adat, vagy időnként lapátoljuk ki a teljes adatot, és ezt általában ilyen csoportban csinálják, tehát hogy van egy feladat, ami szétütemezhető, részletekre mondható, mondjuk képfeldolgozás, elindítanak 20 darab szervert, és akkor mindegyik megkap egy képet, meg egy feladatot, hogy mit csináljon vele, ha kész van, visszalapátolja, és akkor ezt mennek. Ezt a szolgáltatást olyan funkciókra ajánlja az Amazon, amik nem létfontosságúak, de jó, hogyha van. Ilyenek például, hogyha van egy weboldalunk, és szeretnénk a teljes adatbázist újraindexelni, vagy keresés végig, vagy valami hasonló szolgáltatás, ami elég sok erőforrást igényel, de azt mondjuk, hogy reggel 4 és délután 6 között szeretnénk licitálni egy automatával, akkor ezt megtehetjük, megkapjuk, fut, leállt, és akkor mehet a következő. És megvan viszonylag olcsón, de nem létfontosságú, tehát nem lesz probléma. Az alsó grafikonon az elmúlt 6 hónapban egy medium instance RGB-je lehet. Itt valamelyik IQ20R, remélem látszik sárgával, egy 2 dolláros licitet tett. Ez nem azt jelenti, hogy 2 dollárt adott, hanem hogy valószínűleg felrakta 10-ig, és nem egy darab, hanem valami 50-100 darab szervert vitt abban a pillanatban. Egyébként ez valami 20 perces időintervallum. Ennek biztos örült mindenki, mert akkor mindenkit rajta kívül abban a zónából, tehát 3 darab A zóna van, A, B, C és D, abból a zónából kivágott, tehát mindenki megállt, ő ketyegett 20 percig, 2 dollárért, majd utána jöhetett vissza mindenki, illetve mindenkit kivágott, aki nem 2 dolláros licit fölött volt. Van még egy IQ20-árunk, ő 15 dollár, 15 dollár, a small, tehát egy kisebb szerverre még többet licitáltak, egy másik zónában, ez május elején történt, ő csak egy 10 perces időintervallumra szerette volna, ezt gondolom mindenki baromira díjazta, de mivel az a szerencse, hogy az Amazon policy-ben az van, hogyha egész óra előtt, hogyha 2 hónappal előtt elindítottad 26-kor, illetve 16-kor szolgáltatásodat, nem, 18-kor, és megállítottak 17-kor, akkor pont 59 percnél voltál, és az nem egy egész óra, és téged megszakítottak, és nem állítottad le, ezért azt az 59 percet nem kell kifizetned. Ez egy jó oldala, de hogyha azt nézzük, hogy itt pennikről, meg ilyen tizedcentekről beszélünk, akkor ez ilyen nevetséges. Viszont itt valaki nagyon drágáért vette. Nézzük is. Így a árakat azért próbáljuk összehasonlítani. Egy small instance-t egy órára 0,065 dollárért, és valakinek sikerült 12 dollárért kibérelnie, és hát nem egyet, és a médiumot a 0,13 dollár helyett kibérelte kb. 2 dollárért. Zseniális. És ez 10-20 perces futási időkről beszélünk, tehát valakinek ott valami nagyon kellett, és nem tudni. Ilyen bármikor megeshet. Amazon túlok. Amazon viszonylag jól el van látva túlokkal, illetve szolgáltatás kezelésekkel. Nagyon jól automatizálva van, és ezt a userek kezébe is odaadják. A hagyományos secret key, illetve PGP kulcsokkal tudjuk ezeket használni. Ez nekünk azért jó, mert hogyha nagyon unatkozunk, akkor elindítunk egy microinstance-t, ami az összes többi instance-unkat menedzseli, és indíthat belőle többet, kevesebbet, spot instance-okra licitálhat, elindíthat videófeldolgozás, pipeline-okat és minden egyéb ilyen mókás szolgáltatásokat, és nagyon-nagyon lehet keverni, weboldalakat lehet, tehát mindent meg lehet csinálni konzolból, az a lényeg, és ennek az az előnye, hogy mindent be lehet scriptelni. Például le lehet kérdezni az előző spot instance-ok aktuális árfolyamát mindenféle zónába és mindenféle szerverméretre, ami tök jó lehet, hogyha valaki arra szeretne licitálni, és éppen kikalkulálja, hogy neki hogy olcsóbb néhány fittinggel. A dokumentáció egész kényelmes, tehát egész jól látható, ez egy PowerShell-es listázás, hogy körülbelül adott szolgáltatáshoz milyen túlok vannak, illetve erre még vissza fogok térni, mert kényelmesen letölthető Linux alá AVS Tool névvel Debianra és egyebekre nagyon gyorsan installálható a teljes csomag. Létezik Firefoxra egy S3 Fox nevezetű plugin, ami az S3-as bucketen a fájlkezelést hivatott segíteni.
Normál felkezelő kétablakos üzemmódba lehet lapátolni a fájlokat, könyvtárakat, illetve be lehet állítani neki, hogy szinkronizáljon könyvtárakat. És arra kell vigyázni, hogy a jogosultságokat állítsuk be. Például, hogy azt mondjuk, hogy ő egy statikus webszerver, akkor például ajánlott hozzáadni az Everyone-nak az olvasási jogot, különben senki az égvilágon nem fog senki a weboldalunkból semmit látni, és ez olyan kellemetlen. És így be lehet írni a PEST és a aranyos kis kulcsokat odafent, az a nagyon sok csillag, az ilyen copy-paste-ből ered. Ezek a túlok, amit az Amazon a kezünkbe ad, tehát ezek a szolgáltatás kezelő konzol túlok, ez tényleg ennyi szolgáltatáshoz ennyi van. Kultúráltan van dokumentálva az Amazon weboldalán, tehát ez tényleg jó. Az internet is tele van vele, és nagyon sok videó van, tehát ilyen tutoriál, normális videó van. Bal alsó sarokban a fejlesztői környezetben, sajnos az Eclipse és a Visual Studio. Nem tudom, hogy ti mennyit eclipseztek, illetve mennyire élvezitek az Eclipse gyönyöreit. És felül különböző SDK-k, amik szintúgy elérhetők a webszervereken is, tehát ugyanezeket az SDK-kat az Amazonon belül, saját cloudon belül lehet használni. Akkor még visszatérnék. Tehát mivel ez egy ilyen félfizetős, de publik szolgáltatás, és elég sok szakértő és ember használja világszerte, ezért elég jó a dokumentáltsága, mind Amazon szinten, mind fórum szinten. Tehát, hogyha valaki szeretne valamit megtalálni, akkor megtalálja. De viszont először vissza kell fejteni, hogy mi az a három betűs rövidítés, amilyen ő szolgáltatást ő szeretne, vagy azzal szeretne előtúrni. Tehát ez a nehéz oldala, hogy meg kell fejtenie, hogy mi, hogy, mettől, meddig. A hivatalos leírásban vannak bemutató filmecskék, amik egy fokkal jobbak, mint a Microsoftos Kudlik Júli összeklikkelte című Főzünk, illetve Microsoftoljunk otthon sorozat. Itt legalább tényleg korrektül megmutatják valamennyire technikai animációval, tehát az a menedzser is megérti, meg a programozó is nagyjából meg tudja fejteni, hogy mire lesz használható, és nem pedig a Kudlik Júli összefőzte nekünk, és az csuda jó. Jól dokumentált megoldások vannak. Akkor nézzük az árakat, hogy ezek hogy jönnek ki. Hogyha egy microinstance-t az egyéves ingyenesség után napi 24 órában hajtunk, ez körülbelül 40 ezerbe fog nekünk kijönni, ami egy normál virtuális szerverrel, tehát hogy magyar virtuális szerverbérlettel veszekszik, viszont azért határozottan kétszer annyi memóriát kapunk, és azért még a tárhelyel is lehet eléggé tilitolizni. De hogyha ezt hozzáveszünk, hogy mondjuk havi 100 GB adat letöltés és 1 GB adat feltöltés van, mert mondjuk egy forgalmas websájtot üzemeltetünk, és nagy a látogatottság, vagy sok tartalmat osztunk meg, akkor sajnos ez feljebb tornázhat. Sajnos ez az ilyen függő rész. De viszont, hogyha frissen regisztráltunk vadi új hitelkártya számunkkal, amit még az Amazon nem ismert, akkor ennek nagyon jó esélye van, hogy 0 darab forint költséggel meg tudjuk a témát osztani. És hogyha elég ügyesek vagyunk, és a hitelkártya lejárat, illetve új hitelkártya kiállításához a családban így szépen végigmegyünk, hogy mindenki hitelkártyáját a következő 12 hónapban felhasználgatjuk, akkor weboldalunk üzemeltetése 0 forintos költségből megoldható, csak hát ilyen kicsit magyar módi. Megoldható, mert más egyebet nem számol, csak valahogy meg kell oldanunk, hogy az image-et kilapátoljuk, meg visszalapátoljuk hozzá, meg ugyanazt a tartalmat felinstaláljuk, de tűrhetően megcsinálható, viszont lehet, hogy a domain nevet bukni fogjuk az Amazonnál, már hogy az Amazon észrelni fogja, hogy ezt már más valaki, és lehet, hogy pillanatokon belül ki fognak lőni. Fenti linkek, a legfelső az Amazon Web Services, tehát a fő menü bejelentkező és regisztráció oldalt takarja, az alatta a dokumentációk, viszonylag kulturált dokumentációja van. Elsőn is megkérhetjük a különböző szolgáltatásokat, tehát leírják, hogy milyen szolgáltatás, mire jó, példákkal, árakkal leírják, hogy konkrétan mit akar, dokumentáció, API dokumentáció és normál dokumentáció. Ajánlom az avs.amazon.com/free-t, minden kategóriából van ingyenes egyéves keret, ki lehet keresni pontosan mi egyéves, ez nagyon-nagyon, és a Jolly Joker alatta a kalkulátor, anélkül esélytelenek vagytok. Tehát be van írva, hogy mi mennyi adatforgalom, meg egyebek, nagyon szép, nagyon jó, de így ott állsz, és így, de mennyibe fog a hónap végén kerülni, és teljesen ez megfejthetetlen, a kalkulátorba be lehet írni. Kalkulátor ki fogja köhögni, és van jobb felső sarkában egy pipa, hogy nem szeretném, hogyha az egy hónapos ingyenességet beleszámolná, és akkor megkapjuk, hogy mennyibe fog ugyanez egy év múlva kerülni.
Fuse over Amazon, ez egy Google kódos link, innen lehet letölteni az S3-as fájlszervernek a Linux Fuse, tehát Fuse-os montoláshoz a drivert, illetve a csomagot, amivel fel tudjuk montolni. Ezzel már a normál gyalogtalpas, tehát például a www userek is elérik és tudnak írni tartalmat az S3-as bucketen keresztül, illetve van egy dedicated webinars videó részleg, ahol főként ilyen másfél órás és hasonlós előadások vannak különböző szolgáltatásokról, és hogy milyen egyszerű dolgot csináltak.